nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Balaton legrégebbi vitorlását, a Kishamist, amit 1896-ban építettek, és amelyről meg fogjuk koszorúzni a Balatont. Egy balatoni szezon az kb. 4 hónapos, és azt lehet mondani, hogy például idén 175 verseny lesz, 6 kiemelkedő nemzetközi verseny kerül megrendezésre. Hál' Istennek 2 év után idén a hagyományos vitorlabontó ünnepséget is a vitorlástéren a régi hagyományoknak megfelelően tudta megtartani a Vitorlás Szövetség és Balatonfüredváros. Néz ki, hogy 224-jel zártuk a nevezést, és közel 1000 versenyző fog ebből a 4000 versenyzőből ma rajthoz állni. Tehát ez tényleg egy igazi ünnep, és egy igazi alkalom arra, hogy ezt az évet is szépen indítsuk. A 2022-es vitorlás szezont ezennel megnyitom. Hajrá Füred, köszönöm szépen! Rajtnál kicsikét lassan indultunk meg, illetve Alsörs és Füred közötti szakaszon volt egy lyuk, amiben beleragadtunk, és kicsit lemaradtunk ott, de a parti frissülésekkel végül föl tudtunk jönni az RSM vonalába, és onnan az RSM-mel vettük az alsorsi bóját. Borzasztó pöffös volt a szél, ez a klasszikus északi balatoni, az alja valahol 8 volt, a teteje meg 18, amikor megkapod ezeket a pöfföket, ezeken a hajókon, akkor az nagyon könnyen felboruláshoz vezethet. Itt egy iszonyatosan összehangolt csapatmunkára van szükség, hogy ezeket a veszélyes műveleteket, illetve veszélyes helyzeteket elkerüljük. Ezeket egyébként kitűnően kezelte a csapat. A csapat nagyon egybe volt, mindenki nagyon jól üzemelt, és igen, egy nagyon izgalmas versenyen vagyunk túl. Hát én az év elején elmondtam mindenkinek, hogy mi határon fogunk vitorlázni, mert ugye az ellenfelek azok lényegesen nagyobbak, mint mi vagyunk, úgyhogy nekünk túl kell vitorlázzuk ezt a játékot. De ez ugye pont a legveszélyesebb szögöken kellett vitorlázni, ez a 90-től 110 fokig. Egy szám fokkal, grosszal, 20 csomó fölött, ezt én nagyon élvezem. Ez óriási játék. Hát ez őrült meló, de ezt élvezünk benne. Tehát itt a tesztoszteron, ez ilyenkor gőzölög a hajón, és mindenki a legjobbat hozza ki magából. Tehát ezt is várjuk el. A number van az egy RC44-es, ugye ő az első darab ebből a sorozatból. Ez a szelet, tehát ő egy rendesen felvitorlázott hajó. Bizonyos körülmények között, ami most volt, az a legkedvesebb idő vele. Egy jó csapat volt rajt, jól kezeltük a hajót, jó volt a vitorlállításunk, és minden döntésünk bejött. Végig a mezőny előtt sikerült vitorláznunk, a rajt pillanata után körülbelül 2 perccel lejjebb álltunk, és ezért sikerült nyernünk természetesen.
Hát a titok az volt talán, hogy folyamatosan figyelni kellett a szélre, folyamatosan változott percenként, sőt fél percenként, és mindig újra kellett gondolni azt, hogy mit csináljunk. Azért volt egy-kettő pöf, ami, hogyha lassabban rágáltuk volna le, akkor lehet, hogy nagyobbat fúrunk. Szerintem a csapat eléggé jól dolgozott a pöfökre, szépen mozogtunk előre-hátra folyamatosan, úgyhogy szerintem szépen vittük a jót. Azt gondolom, hogy ebben a szélben elégedettek voltunk, nagyon-nagyon jót mentünk. Ez egy nagyon gyors verseny volt, ez olyan, mint egy pályaverseny. A rekord most 42 perc volt, az első katamarán 42 perc alatt elment Alsőrs, lement Tihanyba és följött Füredre. A legnagyobb grószunkat húztuk, borzasztó hideges szél volt, 8-tól 25 csomóig jöttek a ráfújások. A Tihany előtti részen nem tudtuk lekezelni, teljesen nem volt a légkocsi, és nem volt már hova engedni, úgyhogy a hajó elkezdett fúrni. Már határon voltunk, 23,5 csomóval ment a hajó, és egy ilyen 25-26 csomós ráfújást kaphattunk akkor, és ezt a 10%-on nagyobb grószt ezt nem tudtuk már kezelni 20 csomó fölött. A mezőnynek majdnem a 80-90%-a körülbelül teljesítette ezt a távot, verőfényes napsütésbe, 25 fokba kint a Balaton közepén. Szerintem a május 14-ét nem lehetett volna jobban eltölteni senkinek sem. Azt gondolom, hogy a terveknek megfelelően halad. Minden a szezont előkészítettük, összesen 175 versenyt kapott helyet a versenynaptárban, 24 bajnokság lesz és 62 ranglista verseny, tehát igen nagy szám. A tagszervezetek nagyon sokat dolgoznak azon, hogy a versenyek színvonalasak legyenek. A Vitorlás Szövetség a megszokott 6 versenyét szervezi. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan meglátogatták és elfogadták a meghívásunkat a versenyre. 24 osztályban osztottunk díjakat.